A Decsi Biborvég Általános Iskola több száz éves múltra tekint vissza. A jelenlegi épületben 2006 óta működünk, előtte két külön épületben dolgoztak a kollégák. A jelenlegi épület két szárnyból áll, az egyik szárnyban az alsó tagozatosok, a másik szárnyban a felső tagozatosok osztályai foglalnak helyet. Az alsó tagozatban minden osztályban két tanítónéni, tanítóbácsi attól függ van, illetve egy testnevelés műterületes kolléga látja el a testnevelés oktatást. Felsőben is megfelelő a szakos ellátottságunk, a pedagógusok folyamatosan képzik magukat, törekszünk a megújulásra, illetve hát haladunk az új módszerekkel. Előszeretettel alkalmazzák az új digitális módszereket is. Nagyon gyermekközpontú szemlélete van az iskolának, és a tantestületről elmondható, hogy nagyon összetartó. Igazi családias kis tantestületünk van, ez köszönhető a kis létszámnak is, de szerintem itt a pedagógusok szívügye az iskola és a gyerekek sorsa. Nyelvi laborunk van számítógépekkel, interaktív táblával, fejlesztőtermünk van, ahol nagyon sok fejlesztőjáték van, tehát a gyerekeknek a gyógypedagógiai ellátását itt helyben el tudjuk végezni. Van kézműves termünk, ahol ugye a sárközi hagyományokhoz a kézműves dolgokat külön tudjuk tárolni, és ebben a teremben igazából csak a kézműves foglalkozások zajlanak, illetve van játékos termünk, ahol a táblás játékokat szokták a gyerekek játszani, tehát nem minden esetben a tanteremben, hanem kimondottan abban a tanteremben játsszák ezeket, illetve van egy közösségi termünk, ahol interaktív tábla van, és azt azért szeretjük előszeretettel használni azt a termet, mert ugye ez a trapéz alakú asztalokat össze lehet tolni, csoportmunkához kialakítani, tehát hogy máshogy lehet berendezni, mint egy sima egyszerű tantermet. Ami még nagy büszkeségünk, a sportcsarnokunk, ami szerintem a mi kis iskolánkhoz képest egy hatalmas sportcsarnok. Egyszerre két osztály befogadására is képes, tehát van, amikor egyszerre párhuzamosan két testnevelés óra zajlik bent. A sportcsarnokot nemrég újították fel, új burkolatot kapott, új ablakokat kapott, és a teljes öltözőt is felújították, zuhanyzóktól, mosdóktól kezdve minden. Tehát egy teljesen új, szép, tiszta környezet fogadja a gyerekeket. Én úgy gondolom, hogy ez az iskola egy nagyon kis családias légkört tud biztosítani, mivel helyben, tehát a decsi gyerekekről van most igazából szó, mivel helyben van, nem kell utazni, nagyon sok plusz lehetőséget biztosítunk a gyerekek fejlődésére minden szempontból. Nagyon fontos a tehetségkibontakoztatás, a tehetséggondozás számunkra. Tehát úgy gondolom, hogy aki ide bejön és körülnéz, az azt mondhatja, hogy ez egy jó iskola, jól felszerelt, kedvesek a pedagógusok, és a gyerekek is jól érzik magukat. A gyerekeket személyesen ismerjük a szüleiket, van olyan tanítványunk, akinek az anyukáját, még a mamáját is itt tanították az idősebb kollégák, tehát tudjuk a családi hátterüket, ismerjük az apukát, anyukát, ha kell, jelezhetjük nekik személyesen, találkozunk velük az utcán, megszólítanak bennünket, érdeklődnek a gyerekek után. Tehát igazából tényleg a falun belüli családias légkör is, tehát nem csak az iskolában, hanem itt bizalommal jönnek hozzánk a szülők mindenféle, akár családi problémával is, akár a gyereket érintő problémával is, és mi nagyon szívesen segítünk nekik, tehát nyitottak vagyunk mindenre. A tantestületen belül vannak fiatalabb, idősebb kollégák, a fiatal kollégák az új módszereket, idősebbek a tapasztalataikat át tudják adni, a gyerekek szeretik a kollégákat, mert kedvesek, figyelnek rájuk, mindenben segítik őket, az egyéni kis problémáikkal is nyugodtan fordulhatnak a pedagógusokhoz, mindenben próbálunk a segítségükre lenni, akár tanulás terén, akár lelki problémával, akár mivel kapcsolatban jönnek, segítünk nekik. A pedagógusok kedvessége, majdnem úgy mondhatom azt, hogy pótszüleiként foglalkoznak a tanítványaikkal, és ennek megfelelően én úgy gondolom, hogy
jöjjenek a Decsi Bíbor még általános iskolába tanulni. Ez nem jó, ez a vége. Ez itt, ez kész. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel az iskolánkban.